Felújítják a szőlőskerti iskolát. Ezen a képen látható, hogy milyen lesz, ha elkészül még a tanévkezdés előtt. Az iskola melletti óvoda pedig már megújult. A nyíregyházi önkormányzat idén nyáron több oktatási intézmény rekonstrukciójáról is gondoskodik. Őrcsödék, általános iskolák, óvodák és egyéb intézmények, több mint 400 millió forintot költünk felújításra, és nagyon fontos, hogy a köznevelési intézményeket nyáron újítjuk fel, hogy ne zavarja az évközbeni pedagógiai munkát. Mindenképpen fontos, és a két említett intézménynél is ez történt, a homozati felújítás, peregavakolat, lehullék, szigetelés, tehát a balesetveszély megelőzése érdekében erre nagyon odafigyelünk. Az év közben feltárt hiányosságokat pótolják a nyári felújításokkal. Vizes blokkokat, burkolatokat cserélnek, sok helyen a homlokzati nyilászárókat is kicserélik. Olyan beruházásokat végeznek, amellyel az intézmények rezsije is csökkenthető. Minden esetben a komplex felújítások homlokzati nyilászáró cserékkel járnak, együtt is szigeteléssel, tehát külső homlokzati szigetelést elvégezzük, hiszen a működtetés során nagyon nagy az energetikai költségek, és enélkül ma már gyakorlatilag felújítás elképzelhetetlen. És célul tűztük ki, hogy Nyíregyházán ne legyen olyan közintézmény, amely nem korszerű és nem energetikusan működik, ezért fontos számunkra, hogy a még meglévő hat óvoda, amely nem kapott komplet felújítást, szintén nyilászáró csere és szigetelés, ahol ez még nem történt meg, tehát ez elsőrendű cél Nyíregyházán. Az önkormányzat saját forrásból költ az intézményekre, játszóterek szabványosítására pedig összesen 30 millió forintot terveztek. Fontos, hogy az intézmények udvarain, de a közterületeken is biztonságos és jó minőségű játszóelemekkel játszanak a gyerekek.